Negyedik NB2-es szezonjára készül a Sunshine Nyíkse. Sorrendben 8., 3., majd 2. helyen zárta az alapszakasz a nyíregyházi csapat. Utóbbi helyezésnek köszönhetően osztályozót játszhatott Kovács Tibor együttese, de az Újpest végül jobbnak bizonyult Szavicséknál. Az elmúlt hét közepén elkezdte a felkészülést az új szezonra a felnőtt együttes. Az egyesület elnöke szerint szeretnék folytatni az építkezést nem csak a kirakat csapatnál, hanem utánpótlás szinten is. Nagyon szeretnénk most is tovább lépni, de legalábbis megőrizni ezt a jó szereplést. Ez az NB2-es csapatra vonatkozik elsősorban, de a junior csapatunk is most már egyel magasabb osztályban indul a regionális bajnokság keretében, illetve az utánpótlásunkat szeretnénk bővíteni, utánpótlás csapataink számát, illetve hát van egy tervünk, most jelentkeztek nálunk többen leányvonalon is, és kadett és junior leánycsapat tekintetében is úgy néz ki, hogy sikerül majd elindítanunk egy csapatot. Amatőr csapatról lévén szó, munkahelyi vagy tanulmányi változások minden nyáron befolyásolják a keret összetételét. Nincs ez másként ezúttal sem. Nagy változások lesznek. Eleve azok a játékosok, akik örömünkre középiskolás végzés után felvételt nyertek egyetemre, azok a mi sajnálatunkra, de örömünkre is tovább tanulnak, és Debrecenben, Budapesten folytatják, illetve külföldön pályafutásukat. Az ő pótlásukat igyekszünk fiatal játékosokkal megoldani, ami igazából egy célunk is a következő időszakban. A mostani értékeinket szeretnénk megtartani, akik a tavalyi évben is húzó emberei voltak a csapatnak, de fokozatosság elve mellett minél több fiatalt szeretnénk beépíteni, és ehhez hozzátartozik az, hogy a megyében lévő kosárlabdásokat is felkarolva, akik valamilyen szint miatt nem jutnak szóhoz, akár a Blue Sharksban, akár az ottani közvetlen utánpótlásban, illetve a vezetőség megállapodása szerint, ami tudjuk segíteni az ottani fejlődésüket a mi csapatunkban való játékokkal, mi ennek nagyon szeretnénk teret adni. A lényeg az, hogy Szabolcs-Szatmár melegben úgy működjön a kosárlabda, hogy az fejlődőképes legyen. Kovács Tibor elmondta, hogy reményei szerint szeptember közepére kialakul a végleges keret. Onnantól kezdve helyi utánpótlás csapatok, valamint borsodi és hajdúsági együttesek elleni edzőmeccsekkel igyekeznek a lehető legjobban felkészülni az NB2-es bajnokságra.